Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti magazinja május 17-én szerdán. Bár még messze van a nyár, a strandok már készülnek a nyitásra, vagy már ki is nyitottak. Három vármegyei fürdőbe is ellátogatunk ma, de elmegyünk Fényes Litkére is. Nézzük a mai kínálatot. Mezőgazdasági összeírás. A Központi Statisztikai Hivatal kéri válaszra a gazdákat. Fürdőkörkép. Máté Szalkán, Vásárosnaményban és Nyíregyházán jártunk. Fejlesztés. Új bölcsőde nyílt Fényes Litkén. Mezőgazdasággal kezdünk, csak nem 7000 termelőt érint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a Központi Statisztikai Hivatal idei adatgyűjtése. Az országosan is jelentős adatgyűjtés során 941 településen élhetnek a gazdaságok irányítói az online válaszadás lehetőségével. Ez Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében mintegy 81 településen érinti a gazdákat. Akik a május 15-én kezdődött első szakaszban nem töltik ki online a kérdőíveket, azokat júniusban személyes keresik fel a KSH munkatársai. Így néz ki az a térkép, amelyet a 2020-as összeírás adatai alapján készített el a Központi Statisztikai Hivatal a hazai mezőgazdaság szerkezetéről. Az egyes települések nevére kattintva számos információ tudható meg a térség gazdaságairól, például az, hogy egy-egy településen hány hektáron gazdálkodnak, vagy hogy 2020-ban Magyarországon a gazdaságirányítók átlag életkora 58 esztendő volt. Agrárium 2023 címmel a KSH idén is folytatja az adatgyűjtést, amelyre egyébként 2018 óta az Európai Unió minden tagállamát kötelezi. 2020-ban volt az utolsó teljes körű mezőgazdasági összeírásunk, az agrárcenzus, és 2030-ban lesz a következő, tehát 10 évente hajtunk végre teljes körű mezőgazdasági összeírásokat. Két teljes körű mezőgazdasági összeírás között gazdaságszerkezeti összeírásokat hajtunk végre, és az idei gazdaságszerkezeti összeírásnak az a célja, hogy figyelemmel kövessük azt, hogy milyen változások történtek a gazdaságok szerkezetében az elmúlt 3 évben. Szeretnénk napra kész, friss, pontos információkkal ellátni a gazdákat, magukat, tehát ezeket az információkat majd a döntéseikhez is fel tudják használni. Emellett fontos inputokat adunk majd a hazai, illetve a nemzetközi döntéshozóknak is, annak érdekében, hogy a gazdák érdekében jó döntések születhessenek, hiszen jó adatok nélkül nincsenek jó döntések. Az idei gazdaság szerkezeti összeírás több témakörre is kiterjed. Először is a földhasználattal kapcsolatosan teszünk fel kérdéseket, tehát hogy mekkora területeket művelnek a gazdák, milyen növényeket termesztenek. Az öntözés kapcsán is teszünk fel kérdéseket, amely azért fontos, hiszen az elmúlt év az éppen az aszály jegyében telt, és éppen ezért megkérdezzük azt, hogy mekkora az öntözhető, illetve az öntözött területeknek a nagysága. Korábban, még évekkel ezelőtt a gyümölcsös ültetvények összeírása az egy külön nagy adatgyűjtés volt. Most a gyümölcsös összeírásnak a kérdéseit integráltuk ebbe a kérdőívbe, tehát most 4, illetve 5 gyümölcsfaj kapcsán nagyon részletes információkat fogunk majd gyűjteni. Ezen kívül a földhasználati témakör kitér még a talajművelési módszerekre is. A második legnagyobb blokk az állattenyésztéssel foglalkozik. Itt szokás szerint kíváncsiak leszünk majd arra, hogy a főbb haszonállatfajtákból, haszonállatfajokból mennyit tartanak a gazdálkodók, illetve milyen változások történtek az elmúlt időszakban. A munkaerővel kapcsolatos kérdések azok azért fontosak, mert megtudhatjuk azt például, hogy mennyien dolgoznak az egyes gazdaságokban, igénybe veszik-e például a családtagoknak a segítségét, illetve alkalmaznak-e akár időszaki, akár állandó alkalmazottakat. Ezen kívül még érdekes lesz a gazdálkodóknak az átlag életkora is. 2020-ban egyébként 58 éves volt egy átlagos gazdaságirányító, most kíváncsiak leszünk arra, hogy milyen változások történtek ezen a téren. Megkérdezzük még a gazdálkodóknak a legmagasabb mezőgazdasági végzettségét is, hogy egy adatot hozzak ezzel kapcsolatosan, 10 évvel ezelőtt, illetve 2020-ban, tehát 3 évvel ezelőtt a gazdálkodóknak az 1/10 rendelkezett felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel. A generációváltás szintén egy nagyon fontos témakör. Itt rákérdezünk arra, hogy a gazdálkodóknak vannak olyan szándékai, hogy abba hagyják a gazdálkodást, és hogyha igen, akkor hogy tervezik ezt, tehát családon belül adják tovább, vagy esetleg adják a gazdaságukat.
A gépekkel, illetve a berendezésekkel kapcsolatosan is fogunk most majd kérdezni. Mindez azért aktuális, mert utoljára 2013-ban kérdeztünk ilyen kérdéseket, tehát a gépekkel, precíziós gazdálkodással kapcsolatosan is lesznek majd a kérdőiben kérdések, illetve még egy plusz fontos témakör, amely 2020-ban került elő, ez az agrár digitalizációra vonatkozik. Ilyen kérdések lesznek például, hogy milyen digitális eszközöket használnak a gazdaságban, illetve használnak egyáltalán internetet egyébként a gazdaság működéséhez kapcsolatosan. Tehát ezek a legfontosabb kérdései az idei összeírásunknak. 2016 óta már nem használunk papírkérdőíveket a mezőgazdasági összeírásainkban, tehát kizárólag elektronikusan történik majd a mostani összeírás. Az elektronikus összeírás azt jelenti, hogy lesz egy online szakaszunk május 15-től, ez eltart egészen május 31-ig, ekkor lesz lehetőség az online kitöltésre. Ugye, akik belekerültek az összeírásnak a mintájába, számukra a válaszadáshoz kötelező lesz, az online kitöltés pedig egy lehetőség, de javaslom mindenkinek, hogy éljen ezzel a gyors és kényelmes móddal, hiszen ekkor majd nem kell például az összeíróra várni, és hamar egyébként gyorsan kitölthető, akár 30 perc alatt kitölthető majd ez a kérdőív. Következik majd a második szakasz június 1-én. Június 1-től elindulnak az összeíróink, és ők is elektronikus eszközökkel, tabletekkel fogják majd járni a vidéket. Július 15-ig fog majd tartani ez a második úgynevezett terepi szakasz. Országosan egyébként összesen 85 ezer gazdaságról beszélünk. A 85 ezer gazdaságból 11 ezer az gazdasági szervezet, és 74 ezer az egyéni gazdaságoknak a száma. Az érintett települések száma az országban az 941, tehát hogyha majd az összeírók elkezdik járni a vidéket június 1-én, akkor 941 településnek egy részét fogják majd felkeresni. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében egyébként 81 település érintett ebben az összeírásban, és 6930 cím, tehát összefoglalóan elmondható az, hogy a mostani gazdaságszerkezet összeírásban érintetteknek közel az egy tizede a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében gazdálkodik. Az összeírók felkeresik valamennyi címet, amely számukra ki van jelölve, és hogyha nem érik utol az adatszolgáltatót, az érintett gazdaságot, akkor ott egy értesítőt hagynak. Az értesítő segítségével lehetőség lesz egy időpont egyeztetésre és egyébként az összeíróval, amikor egy számukra alkalmas időpontban megejthetik ezt az adatfelvételt. Amennyiben igényli az adatszolgáltató, illetve a gazdálkodó, akkor lehetőség van egyébként arra is, hogy telefonon válaszoljon a kérdésekre. Ebben az esetben az összeíró fogja majd felhívni az adatszolgáltatót, a gazdálkodót, és akkor telefonon fog majd történni a kikérdezés. Azt tapasztaljuk egyébként, hogy a mezőgazdasági összeírásaink során nagyon együttműködőek a gazdálkodók, és ezt nagyon szépen köszönjük ezúton is, hiszen valamennyiüknek a közös érdeke az, hogy válaszoljanak a kérdéseinkre, részt vegyenek ebben az adatgyűjtésben, és pontos naprakész adatokkal segítsék egyébként az ő jövőjüket is, annak érdekében, hogy jó minőségű döntések születhessenek majd később az adatok birtokában. A törvény lehetőséget ad egyébként a szankcionálásra is, közigazgatási eljárás indítható. Ezzel egyébként nem szeretnénk élni, és nem is éltünk a korábbiakban is, hiszen azt láttuk, hogy a gazdálkodóknak a 99,9%-a belátta azt, hogy ebben kötelező részt venni, és az ő érdeke is, hogy ebben részt vegyen, így minden gazdálkodót meg tudtunk nyerni magunknak, még egy teljes körű mezőgazdasági összeírás az agrárcenzus idején is. Folytassuk könnyedebb témával. A nyár nem csak a mezőgazdasági munkák, hanem a strandok szezonja is. Folyamatosan készülnek a vármegyében a fürdők üzemeltetői a nyitásra. Gergely Ugorján az utolsó simításokat végzik a Tiszaparton, karbantartási munkákat csinálnak a Máté-Szalkai strandon is, ahol átlagosan 30%-kal kellett emelni a jegyárakat. Nyíregyháza is készül a szezonra, ahol idén három fürdőben várják majd a látogatókat. Május 27-én tervezik a nyitást Máté-Szalkán a városi uszodai strandfürdőben. A medencék burkolatának javítása, térkövezése, a zöld felületek karbantartása még folyamatban van, az öltözők és mosdók teljes festését viszont már elvégezték.
Összesen az uszodában és akkor a strandfürdőn ékezem 8 medencénk van. A kültéren található egy gyógyvizes medence, egy 33 méteres úszómedence és két gyerekmedence, illetve belül az uszoda területén még található egy tanmedence, ahol meg lehet tanulni úszni, egy szabványos ötsávos úszómedence, illetve egy gyógyvizes medence és egy merülő medence. Emellett van még 2 darab szaunánk és egy gőzkabinunk is. Várják az érdeklődőket éjszakai fürdőzésre, táborokra, sporteseményekre is. Mivel az itteni víz ásványi anyagtartalma literenként meghaladja az 1000 grammot, idén gyógyvíz minősítést kapott, így főként a reumás panaszok enyhítésére ajánlják. A mátészalkai lakosoknak továbbra is fenntartjuk ugye a kedvezményünket, történt jegyárváltozásunk, ami azt jelenti, hogy körülbelül egy ilyen átlagosan 30%-os emelés történt nálunk. A Bereg szívében és a négy folyó ölelésében fekvő Vásárosnaményben is készülnek a strandturizmus beindulására. Filip Sándor polgármester elmondta, a Tiszaparton július 13-a és 17-e között rendezik meg a Bergengócia Fesztivált, amelynek egy szerete a Zoárd napi sokadalom. Márciusban döntöttünk arról, hogy oda kell figyelnünk ismét, ahogy minden esztendőben a Gergely-Ugornyai Tiszapart kialakítására, hiszen azért minden évben adódnak olyan feladatok, amelyekre körültekintően odafigyelve kell eljárnunk, hiszen a nyaraló tulajdonosok is elvárják azt, hogy legyen rendezett, gondozott, ápolta Tiszapart, és az ideérkező vendégek is. Épp ezért külön gondnoka van most már a Tiszapartnak, illetve mi működtetjük és üzemeltetjük a Bereg szíve üdülőközpontot. Elkezdtük a cserézést, az utak rendbetételét, a fű nyírását, levágását, illetve bízunk abban, hogy a Tisza idén kegyes lesz hozzánk, és a Tiszapart gondozását is elkezdhetjük akkor, amikor már megfelelő nagyságban áll rendelkezésre a homokos part és a homokos füveny. Tegnap épp aranyhomok üdülőpart nevet adtunk egy területünknek, amelynek eddig nem volt neve. Készülünk programokkal is természetesen a nyáron, hiszen nem mindegy az, hogy mivel várjuk ide az ide látogató turistákat. Július 7-én, 8-án, 9-én kerül megrendezésre ismét a Tiszaparton a Bergengócia Fesztivál. Ennek egy szelete a Zoárd napi sokadalom. Úgy vélem, hogy augusztus 20-ai családi nap is olyan mértékű és olyan nagyságrendű rendezvény, amire már nem csak Vásárosnamény, hanem a teljes térség is készülhet. Nyíregyházán május 13-án nyitotta meg kapait a helyiek egyik kedvenc strandja, a Tófürdő. A szeptember 13-áig, vagyis 4 hónapon át működő szabadtéri strandon évente átlagosan közel 40 ezer vendég mártózik meg a tó, vagy éppen a medence vizében. Régen itt ilyen kis fa ülő alkalmatosságok voltak a büfék előtt, porban, fűben kellett ülni, a sétányok nem voltak térkövezve, a medencéket is újra burkoltuk, egy kicsit átalakítottuk, ülőke került a közepébe, ami korábban nem volt ülő alkalmatosság itt a medencében. Ugye öltözőket alakítottunk ki, a teljes öltözőblokkot megújítottuk, a villamoshálózatát megújítottuk a tófürdőnek. Szóval egy kicsit olyan pofásabb, de nem beszélve a két régi csúszdáról, ami volt itt, de hát most két szinte vadonatúj és nagyméretű csúszda áll a vendégek rendelkezésére. Úgyhogy én azt gondolom, hogy akkor egy olyan munkát sikerült elvégezni, ami időtálló, és igazándiból most itt ezen 1 hektárról beszélgetünk, vagy 1,5 hektárról, itt azért nem lehet a végletekig ötletelni és fejleszgetni, meg hát ugye az is cél, hogy ez a tófürdő, ez a természetes vizek szerelmeseinek kedvelt fürdőhelye, ezt azért szeretnénk meghagyni a maga, mindazon túl, hogy funkcionálisan és használati szempontból kultúrált elemekkel megoldottan, de mégis a maga természetes módjában ezt a fürdőt. Podlovics Lajos, a Sóstó Gyógyfürdő ZRT vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy bár jelenleg Nyíregyházán a megszokott 5 szant helyett az energiaárak miatt mindössze 3 üzemel, így sem maradt senki fürdőzési lehetőség nélkül. Mindig büszkén mondtuk el, hogy Nyíregyháza az egyik legnagyobb fürdőváros, már a fürdők számát tekintve. Ugye alapvetően békeidőben 5 fürdő működött Nyíregyházán, ez ugye kezdve a Júlia fürdő a belvárosban, és akkor ha haladunk ki Sóstorra, akkor itt van a Tófürdő, a Hotel fürdőháznak is van egy wellness részlege, ott van mellette az Aquarius élményfürdő és a Parfürdő, ami nyáron lép be. Most ugye emiatt az őrületes energia ár elszabadulás miatt. Ugye nekünk is újra kellett gondolnunk a működésünket, racionalizálni kellett a működtetést, és ez bizony döntéseket alkalomattán fájó döntéseket is kíván az embertől, de muszáj a társaságnak a működő képességét a maximális mértékben megőrizni.
A fürdő vendégek azt gondolom, hogy olyan értelemben nem csorbulnak, hogy itt most a nyári szezonban is három fürdő rendelkezésre fog állni. Ugye most május 13-án nyit a tófürdő, folyamatosan nyitva van egyébként sok más fürdővel szemben az Aquarius élményfürdő éveleje óta. Ugye januárban volt egy 3 hetes karbantartásunk, egy rövidebb leállásunk, vagy hosszabb, kinek hogy tetszik, ami alatt nagyon sok munkát elvégeztünk, és február 3-a óta folyamatosan nyitva vagyunk. Nem is tervezünk változtatni, bízunk benne, hogy az élet sem fogja majd fölülírni ezt a törekvésünket és ezt a szándékunkat, tehát hogy ősszel nem lesznek elszabaduló energiaárak az a tavalyi őszhöz hasonlóan, és június 9-én pedig kinyit a parfürdő. Tehát azt gondolom, hogy három fürdő rendelkezésre fog állni. A Júlia fürdőt, ugye, mint a nyilatkozatot megtettük ezzel kapcsolatban, az idei évben nem fogjuk megnyitni. Azt tudom, hogy fájó pont ez sokaknak. A Júlia egy tradicionális nyíregyháziak által régóta látogatott, közkedvelt, és általunk is egy kedvelt és dédelgetett fürdőről van szó, de egész egyszerűen látni kell, hogy annak is az üzemeltetési költségei, azok mondjuk egy mínusz 150 millió forintot eredményeznének a társaságnak, a bevételi oldalt is tekintve, hogyha nyáron megnyitnánk. Tehát ezt nem engedhetjük magunknak. Van fürdő, el lehet menni fürdeni. Megvan a gyógyászati célú rekreációra is a lehetőség. Megvan a wellness célú kikapcsolódásra is a lehetőség a városban. Délután kedvezményes belépőjeggyel vehető igénybe, hogyha valaki esetleg az egésznapos belépőjegy árától megijedne, vagy az nem lenne kedves számára. Tehát azt gondolom, hogy próbáltuk úgy alakítani a körülményekhez mérten a dolgainkat, hogy ne legyen olyan vendég, aki esetleg azt mondja, hogy ő nem tud ellátogatni Nyíregyházán egy fürdőben. Ez a turizmus szempontjából is rendkívül fontos, hogy működjön mondjuk az élményfürdő. Mert ugye sokan felteszik, hogy miért az élményfürdő, amikor az nagyobb, stb. Igen, de Sóstóra és ide a Nyíregyházára látogató szálló vendégek is általában úgy érkeznek az őszi, téli, koratavaszi szezonban, hogy fürdő kell, hiszen akkor az a kikapcsolódás. Senki sem azért jön egy szállodába, hogy 4 napig egy szállodai szobába üljön, és esetleg a reggelit, meg az ebédet, meg a vacsorát élvezze, hanem közben ugye kell az aktív kikapcsolódás. Ott van valóban egy 123 szobás szálloda, ami össze van kötve az élményfürdővel, annak is nagyon-nagyon komoly vendégforgalma van. A környéken nagyon-nagyon sok szálláshely működik télen is, onnan is érkeznek hozzánk a vendégek, és a városban is szállásadókkal szerződésben állunk, akik megvásárolják tőlünk a fürdőbelépőket, azzal együtt értékesítik a szobáikat, és nekik is kell, az ő vendégeiknek is tudnunk kell kikapcsolódást biztosítani. De mondom, ez egy nagyon-nagyon nehéz játék, és nagyon sokat kell számolni közben, de azt gondolom, hogy így összegezve senki nem marad Nyíregyházán fürdőélmények nélkül. Mondom, itt a nyáron jelesül három fürdő is rendelkezésére fog állni a vendégeknek. Podlovics Lajos hozzátette, az éves szinten közel 200 ezer vendéget fogadó parkfürdő idén június 9-től várja vendégeket. Új óvodát adtak át a hétvégén Fényes Litkén. A Ligetke bölcsőde 2 csoportszobával várja majd a kicsiket. A megnyitón elhangzott, az intézményre azért van szükség, mert fiatal családok költöztek a településre. Ezeket a gazdagon felszerelt csoportszobákat vehetik birtokba hamarosan a kicsik Fényes Litkén. A polgármester elmondta, az East Westgate beruházása, a munkahelyek teremtése, továbbá a családtámogatások indokolták azt, hogy a munkavállalók mihamarabb gyermekeiket biztonságos környezetben tudva akarnak visszatérni a munkavilágába. Fényes Litkének ez nagy álma volt, hiszen azt lehet mondani, hogy utóbbi 15-20 évben folyamatosan költöznek be Fényes Litkére a térségből a fiatalok. Ezt meggyorsította természetesen az East Westgate ZRT-nek a beruházása, ami a 80 hektáron egy Európa híres technológiai színvonalú terminál készült el. Ugyan jelenleg ott 140 embert foglalkoztatnak, illetve van egy idősek otthon nálunk, ahol közel 80 embert. Tehát van vonzás a településnek, de magában nem csak a materiális dolgokban, hiszen minden úthálózatunk, azt lehet, hogy 80%-ban el van készítve, az összes intézményünk le van szigetelve, energetikai beruházásokat csináltunk, tehát minden szépen rendben vagyunk. Ez nagyon hiányzott, hiszen ugye megjelent a családtámogatási program a magyar kormány részéről, illetve ugye a falusi csokból nagyon sok ház épült, felújult. Ugye a fiatalok, megvan a baba, szeretnének visszamenni ugye anyanyukák dolgozni. És ugye megjelentek nálunk, hogy bölcsöde. Van egy hétfős ugye mini bölcsödénk, és úgy döntött a képviselőtestület, hogy 2021-ben beadjuk pályázatként a pénzügyminisztériumhoz, és Varga Mihály pénzügyminiszternek a tárcája ezt támogatta. Ön részt kellett 34 milliót nekünk mellé tenni, és a
a minisztérium pedig adok 312 millió forintot. Nagy János államtitkár beszédében a bölcsöde avatásának szimbolikusságáról beszélt, és arról, itt látható igazán, hogy munkájuk gyümölcse beérni látszik. Tisztelt hölgyeim és uraim, fényes Lidkéről a világ. Teljesen más, mint Budapestről és mint Brüsszelből. A nagy vizen túlról, Adolf Cukor hazájából nézve, pedig különösen. Innen fényes Lidkéről nem nehéz belátni, hogy miért is vagyunk mi a háború ellen. És most nem csak arról beszélek, hogy ösztönösen, keresztjéni alapon állunk a vérontás helyett a tűzszünet mellett. Egy ősi kínai mondás szerint jobb egészségesnek és gazdagnak lenni, mint betegnek és szegénynek. Márpedig mi egészségesen és gazdagon békében szeretnénk élni. Határ helyett hidak, vasfüggöny helyett kereskedelmi központok, koporsók helyett bölcsők, ahogy a Szentatya is fogalmazott. Mi magyarok a kelet és a nyugat együttműködésében vagyunk érdekeltek. Abban, hogy ez a térség ne valaminek a széle, hanem valaminek a közepe legyen. Tudom, minden fényes Lidkei azt mondja, ez itt a világ központja, ez a világ közepe. Tudjuk, mert ismerjük, mi történik, hogyha kelet és nyugat elzárkózik egymástól és háborút vív egymással. Nem egyszer fordult elő már a történelme az 1100 éves történelmünkben. Ha legördül a vasfüggöny, és szerencsénk van, akkor a nyugatnak a keleti, ha bal szerencsénk, akkor a keletnek a nyugati széle leszünk. Bárhogy is, de a széle, és nem a közepe. Ez a veszély ma is fennáll. Szeretném biztosítani magukat, hogy Magyarország kormánya mindent meg fog tenni, hogy Magyarország, hazánk kimaradjon a háborúból. Önök a magyar kormánynak példát mutatnak. Ha van jó szándék, kiváló összefogás és szorgalmas munka, akkor semmi sem lehetetlen. Ki gondolná itt a rét közben, fényes Lidkén, a lakosság nem csökken, hanem nő. Még ha kicsit is, de nő. Márpedig ez a növekedés feladatot ró ránk. Az egyre fényesebb Kisvárda előterében szükség van olyan fejlesztésekre, mint ez a bölcsöde. És sok más is, amit a polgármester úr már erősen szolgalmaz, tehát elég nehéz beszélgetések elé nézek. Ez a bölcsöde két ok miatt szimbolikus számunkra. Két ok miatt, ami, mint csebben a tenger, megmutatja a kormányzati szándékainkat. Egyrészt, mert szükség van rá, születnek gyermekek, és hogyha van gyermek, van jövő. Ha van magyar gyermek, van magyar jövő. Magyarország egy családbarát ország. Ezért 2010 óta számtalan intézkedéssel segítettük a magyar családokat. Csak az íze kedvéért. Családi adózás, babaváró támogatás, családi otthonteremtési kedvezmény, nagycsaládosok támogatása, gyedextra, Erzsébet táborok, ingyenes étkezés. A feladat nagy, a munka sok, de jó érzés itt egy percre megállni és átérezni nem reménytelen. Másrészt ez a bölcsöde lehetővé teszi, hogy a szülők nyugodtan mehessenek dolgozni, hiszen amellett, hogy családbarát országot építünk, munkaalapú társadalmat hoztunk létre. 2010 óta nem segélyt osztanak, hanem munkát adnak. Micsoda különbség, tisztelt hölgyeim és uraim! Nehéz időszak előtt állunk. A háborús fenyegetettség árnyékában, szankciós infláció nyomása alatt és állandó energiaválságban. Ilyenkor minden egyes beruházás, fejlesztés olyan ünnep, amelyet illő és üdvös megünnepelnünk. És a jól elvégzett munka öröme mellett biztatást is kapunk a jövőre, együtt, igen együtt sikerülhet, és igen együtt sikerülni is fog. Gratulálok mindenkinek, aki valamilyen, bármilyen formában részt vett ennek az épületnek az elkészítésében. A tervezőknek, az építészeknek, a kőműveseknek, a festőknek, valamennyi szakmunkásnak és segédmunkásnak. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek, és hogy megköszönhetem nekik a munkájukat. Kívánom önöknek, hogy fényes Lidkét töltsék meg gyermeki kacallyal, amely Budapestig elhallatszik. Sok erőt, jó egészséget, és hasonlóan szép sikereket kívánok, mint a mögöttem lévő épület. Sesták Miklós országgyűlési képviselő beszédében kihangsúlyozta, hogy ezt így kell csinálni. Olyan fejlesztéseket kell egy településen eszközölni, amelyekre igazán szükség van. Szeretnék először is gratulálni polgármester úrnak és a képviselőtestületnek ehhez az újabb műhöz. Én azt gondolom, hogy
mint ahogy már ezt többször megbeszéltük, lassan mondom, hogy mindenki megértse, ezt így kell csinálni. Olyan beruházásokat kell csinálni egy településre, amire szüksége van. Én azt gondolom, ha itt elnézzük azt a fejlődést, ami eddig történt Fényeslitkén, és kicsit lehúnyjuk a szemünket, és 5-10-20-50 évre előre tekintünk, mint Fényeslitkén, mint a környék településeire, akkor azt kell mondanom, hogy ez a beruházás a legjobb kor és a legjobb helyre jött létre. A szalag átvágását követően a történelmi egyházak képviselői felszentelték az épületet, és azt követően megkezdődött a közel 340 millió forintból elkészült beruházás eredményének megtekintése. Eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb jövő hétfőn várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!